Sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, de szeretnék most még gyorsan, mielőtt elkezdem a mondani valómat, bevágni egy kis klippet, hogy ma milyen outfitben voltam, tulajdonképpen magamon is hagytam nagyjából, tehát ez a kis kendő is rajtam volt, és azért hagytam magamon, mert most megy a klíma, úgyhogy egy kicsit visszamegyünk az időbe, és aztán csatlakoztok hozzám utána. Figyeljetek, itt fogom az outfitet lekapni. Nem tudom, hogy látok-e belőle valamit. De ilyen csíkos a cucc. Na. Feltaláltam magamat, mert hát itt vagyok. Itt vagyok a tükörnél. Na, szóval. Itt meg tudom mutatni. A kis libbenő szoknyám. Polgár Tünde is megmondta, hogy nyáron ilyen libbenőbe kell lenni. Akkor ott van, várjatok, az új papucsom, egyébként egész kényelmes. Van hozzá ugyanilyen csíkos táskám, én ezt még a barátnőmtől kaptam valamikor. És hát, hogy ne fogyjak szét, mondom, én fölvettem, mert ez csak egy ilyen újatlan top. Én fölvettem egy ilyen kis vékony kasálat, úgyhogy ennyi. Nos, egy kedves követőm írta, hogy irigy le azokat, akiknek nem zsíros a bőre, és tudnak nyáron sminkelni. Hát azért megmutatnám, hogy bár nekem tényleg nem zsíros a bőröm, azért eléggé leizzadtam én is, és ki vagyok fényesedve, pedig csak egy CC krém van rajtam. Hát ennyi. Nos, mint láthatjátok, hogy legfőképpen a macskáknak, mert egyébként amikor elmentünk vásárolni a Spárba, akkor nem kapcsoltam ki itt a hálóba a klímát. Mind a kettő itt héderelt, és hát nagyon kellemes 21 fok van most. Most szerintem lejjebb is fogom venni az intenzitását, csak egy ilyen alapon menjen, mert most az egész lakás jól kihűlt. Úgyhogy azért hagyom magamon ezt a kis kendőt, mert azért egy kicsit ki vagyok melegedve, nehogy megfázak. Erre nagyon figyeljetek ti is, minden alkalommal, amikor ilyen 40 fok kánikula van kín, én mindig viszek magammal egy ilyen kis kendőt, hogy ne egy kis topba menjek be, amikor a hűtőpult mellett mondjuk elmegyek, és 10 fok van, és amúgy is lehűtik nagyon ezeket a bevásárló helyeket. Úgyhogy nehogy megcsapjon a kinti meleg után ez a hideg, és nagyon hamar meg lehet fázni. De kapcsolódjunk is be végül is a videó témájához, vagy kapcsolódjunk be, ezt most nem így kellett volna mondani. Na mindegy, ez a lényeg, hogy kezdjük is el ezt a videót, és hát ez arról fog szólni, de hát úgy is látjátok, hogy az utóbbi időknek a nem bevált, vagy mondhatni így is antikedvenceit fogom megmutatni, amiket én nem szerettem meg, nekem nem jöttek be, és nem is javaslom nektek megvételre. Az előző videóm ugye azokról szólt, amiket szerettem, illetve hát az egyik videó, nem tudom, hogy ez most mikor fog kimenni ahhoz képest, úgyhogy be fogom ide linkelni azt a videót, illetve a videó végére is ilyen kártyába. Nagyon sok terméket szerettem meg, és hála Istennek azért kevesebbet fogok mutatni azok közül, amik nem jöttek be, úgyhogy ezek jönnek. Annyit beszéltem, úgyhogy most már tényleg csapjunk is bele a videóba. Testápolási dologgal kezdeném. Nagyon-nagyon imádom a vanília illatot, és aki követi a csatornámat, az szerintem ezt tudja is. Rendületlenül vadászom az ilyen vanília illatú testápolókat, krémeket, parfümöket, testpermeteket, akármit. És hát nagyon megörültem, amikor ettől a Organic Shop nevű márkától, ami vegán, meg mindenféle naturkozmetikum, és bio vaníliát tartalmaz, és tényleg csupa-csupa-csupa jót ír, egy ilyen body mousse. Tulajdonképpen ez nem is krém, hanem egy ilyen mousse. Jó. Megláttam ezt, és egyébként elég nagy kiszerelés, mert én nem is tudom, hogy ez hány milli, de ez egy elég nagy kiszerelés, bourbon vanília, és még orchideát is tartalmazó készítmény, és hát az egy problémám van vele. Egyébként használom,
hogy először is nekem ez a vanília illat nagyon kellemetlen. Tehát vannak azok a vanília illatok, amiket imádok, és nagyon beváltak, és szeretem őket venni, tusfürdőbe is, stb. 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 De ez a vanília illat, ami ebbe a termékben van, ez nekem nagyon nem jött be. Tehát ez az első szaglásnál már abszolút megmutatkozott, hogy ez nekem mennyire irritál. Hát nem is mondanám igazából olyan vaníliának, de benne van valami olyan dolog, ami üti ezt a finom vanília illatot. A másik, tehát ez egy nagyon folyós állag, egy nagyon folyós, tehát ez a krém, ez tényleg egy ilyen folyós készítmény, és ahhoz képest nehezen szívódik be, tehát most is így kenegetem, stb., még mindig olyan vizes a felülete a bőrömnek, nem szívódik jól be, még mindig, látjátok most már mióta, már átvittem a másik kezemre, még mióta simogatom, meg krémezgetem, meg dörzsölöm, meg masszírozom a bőrömbe, és még mindig. Tehát ez most nem vicc, tehát még mindig. Tehát vannak olyan testápolók, amiket imádok, és tényleg csak magamra teszem, és egyből beszívódott, és még mindig nem szívódott be, csak mondom. Tehát most én nem néztem meg az időt, hogy mikor kezdtem el ezt a krémezgetést, de most kezd egy kicsit már felszáradni, úgymond a felület a bőrömnek, és az utó illata is borzasztóan kellemetlen, tehát számomra ez baromira nem kellemes, úgyhogy én nekem ez nagyon nem jött be, sem az állaga, sem az illata, és egyébként maga a doboz is eléggé gagyi, mert ahogy így lenyitom, és akkor látjátok, hogy a krém az állandóan oda kifolyik a szélére, és eléggé undorító, már elnézést, úgyhogy ez nekem nagyon nem jött be, úgyhogy nem is ajánlom. A másik dolog, amit vásároltam a Müllerben, ez az Aveo márka, amitől különben nagyon-nagyon bejött a tusfürdő és a habfürdő, tehát azok nagyon bejöttek, viszont ez a dezodor, hát figyeljetek, azt írja, hogy Sensitive and Care, 48 órás virkunk, tehát 48 órás hatást ígér, tulajdonképpen ez a direktnek razúr, Nagdéra Zurferwend bár, tehát hogy borotválkozás utáni használatra, direkt használatra ígéri, vagy illetve hát ajánlja, és hát azt ígéri, hogy a szenzitív és az érzékeny bőrre ez nagyon jó lesz. Lehet, de hogy olyan büdös, tehát szóval így, ha megszagolod, akkor tudjátok, az a finom, finom kék és fehér illatú, mit tudom én, mindenféle ilyen palmolív, tusfürdő, meg ezek az ilyen dezodor illatok, ezek az ilyen baba, tehát ez a tisztaság illat. De ha kifújod, figyeljetek, megfulladsz, tehát így letapad egyből a torkodra, tehát valami elképesztően borzasztó kellemetlen, majdnem tele van, tehát valahogy senki nem szeretné itthon ezt használni. Nem tudom, mi lesz a sorsa, mert ezt a WC-be se lehet elfújkálni, mert annyira irritáló. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon nem jött be. Haladjunk tovább most arc készítményeket, tehát ilyen arcra való készítményeket mutatnék, ami nem jött be. És megmondom őszintén, hogy úgy általában, ezt most ki kell, hogy mondjam, hogy nekem ez a Q10, ez nem jó az. Tehát, hogy nem az, hogy nem jó az arcomnak, de nem kedveli az arcom, nem szeretem, és valahogy egyáltalán semmilyen formában nem jött be. Itt van ez a Revox szérum, ugye, különben ezt nagyon dicsérik, mármint nem a Revoxot, azt amúgy is használom és tudom, és tehát tényleg joggal lehet dicsérni, mert nagyon jó, maga a márka, az tényleg nagyon jó, de hogy nekem ez a Q10 koenzim szérum, hogy ez nekem mennyire nem jön be, tehát hogy annyira olajos lesz tőle a bőröm, és már azt is próbáltam, hogy este rakom föl, és akkor talán rárakok egy ilyen hidratáló krémet, és akkor az úgy jobban beszívódik, de nem. Tehát nekem ez egyáltalán nem szívódik be hamar, sőt, egyáltalán nem szívódik be. Rajta ül a bőrömön ez az olajos dolog, és én ezt nem bírom. Tehát én ezt semmilyen formában nem bírom, itthon se. Reggel is ugye próbáltam, hogy reggel fölrakom, ez egy nagyon jó kis ilyen bőröregedés gátló, és ilyen megelőző és regenerál hatást ígérő termék, ez a Q10,
ez a szérum, jaj, nem, nagyon-nagyon nem jött be, idáig van még, és én nem is tudom, hogy, tehát néha azt csinálom, hogy egy ilyen krémbe belecsöppentek egy-kettőt, és akkor úgy, tehát úgy fel tudom használni, de különben így direkt a bőrömre rakva, ez nekem borzasztóan nem jött be, és én nem is fogok többet ilyet venni, és őszintén megmondom, hogy vettem a Baleától is egy ilyen Q10-es éjszakai krémet, na, hogy ez a büdös életbe többet nem fogok venni, az is biztos, mert ugyanazt nem tudom róla mondani, mint a szérumról, hogy nem szívódik be olajosan, ilyen vastagon áll az arcomon, és nagyon-nagyon kellemetlen és irritáló, és ebből is még nézzétek, rengeteg van, és maga a krémnek az állaga is nagyon-nagyon sok, nagyon vastag, maga különben, most direkt megmutatom, látjátok? Tehát egyből lesz rajta egy ilyen ragacsos felület, ezt is borzasztóan nehezen tudom elkenni, és akkor végre bekentem, és látjátok, hogy mennyire fénylik, csillog, olajos. Szóval borzasztóan nem jött be, még az is lehet, hogy én a dekoltásomra és a kezemre el fogom ezt használni, mert hogy én ezt nem fogom fölrakni az arcomra, az is biztos. Egyetlen egy pozitív dolgotokról elmondani, hogy nagyon finom illata van, de hát azon kívül semmi mást. És most evezzünk át a smink termékekre. Lehet, hogy most sokan meg fogtok lepődni, de... és tudom, hogy sokan szeretitek. De nekem nagyon nem jött be. Nagyon-nagyon le volt szállítva egyébként. Az maga a kezdő vagy kiinduló ára is ezekről az Essence szájkontúr ceruzákról van szó egyébként. Nagyon olcsó. Én nem is tudom, ilyen 400 forint vagy... Nem tudom, tehát nagyon olcsó, és még ez le volt akciózva, tehát én szerintem ilyen 250 vagy 300 forintért vettem hármat, én most a harmadikat nem is találom, ezek ilyen nude árnyalatok, a 21-es, a 03-as, és még egy sötétebb árnyalatom is van, azt hiszem, azt most nem találom, és... nem jöttek be. Tehát azt kell mondjam, hogy nem jöttek be. Én azt szeretem, amikor úgy át tudom még a számat is egy kicsit színezni, kontúrozni. Kellemetlen, nekem ez egy picit kemény. Én sokkal jobban szeretem az ilyen krémes szájkontúrceruzákat, használom is, tehát én rendszeresen kontúrozom a számat. Én nekem ezek nem jöttek be egyáltalán, úgyhogy én többet ezt nem is fogom vásárolni, az az igazság. Most nyugodtan kérdezhetitek, hogy akkor milyen szájkontúr ceruzák jöttek be nekem. Hát tudok nektek egyébként abszolút mutatni olyanokat, amik nagyon bejöttek, ami az egyik kedvencem, az Art Deco. Tehát én nekem ezek az ilyen puhább formulák sokkal jobban bejöttek. Akkor az egyik kedvencem egyébként az Inglot szájkontúr ceruzám. Megpróbálom megkeresni, és nem húzni vele az időt. Várjatok. Itt van. Én tudom, hogy ezek sokkal drágább árkategóriájúak, de például amikor ezt vettem, akkor le volt nagyon akciózva. Ez az egyik kedvencem egyébként, a 74-es az Inglottól. Nagyon-nagyon szeretem az Adennek a szájkontúr ceruzáit, ezek is nagyon puha formulák, nagyon jók, ezeket az ilyen rózsaszíneket nagyon szeretem. A L'Oréal-nak a szájkontúr ceruzái nagyon jók, amiket nagyon imádok, még a Maybelline szájkontúr ceruzák, és van egy-két kifejezetten drágább, mit tudom én, a Charlotte Tilbury-től, nyilván nem kötelező ilyen drága szájkontúr ceruzákat vásárolni, de nekem valahogy ezek az Essence-ek most nem jöttek be, vagy azért volt annyira leakciózva, mert már nem tudom, nem volt jó, hogy mit tudom én, de az a lényeg, hogy sajnos nekem ez egy csalódás volt. Most korrektor és alapozó szekció fog következni, amit mostanában vettem, és pedig dicsérték. És sajnos nem jött be, és azért nem jött be ez sem, mert nagyon-nagyon vastag és sok, és nem jó a bőrömnek, az nem más, mint a Rimmelnek, ez a The Multitasker Concealer, tehát ez a, és hát a 03-as light árnyalatban ez a korrektor. Hát figyeljetek, tulajdonképpen most itt kikapartam egy kis valami vackot, úgyhogy arra rátettem, és egyébként még nem is jól fed, úgyhogy ahhoz képest, hogy vastag, ilyen nagyon vastag a buci fejű, mi ez? Applikátora,
Maga a szaga is egy picit kellemetlen, amúgy nagyon folyós, de viszont iszonyatosan vastag, és bármennyire is próbálom mondjuk, tehát egy ilyen blenderrel megpróbálom így eldolgozni, látjátok, hát nem tudom, nekem ez nagyon ilyen maszkos hatás, és ráadásul nem is akarnám a szemem alatt ennyire vastagon bekorrektorozni a bőrt, úgyhogy ez ilyen formában nekem nem jött be, nem is tudom nektek nagyon ajánlani. Ezt egy picit régebben vettem, de mondjuk benne van ebbe a fél évbe. Ez a kliniknek ez a szérumos új alapozója. Azt kell mondjam, hogy először tetszett, aztán egyre jobban nem, és most már hozzá se nyúlok. Jó, nyilván most nyáron egyáltalán nem használok már alapozót. Én inkább BB krémet, CC krémet, vagy a kedvencemet, a színezett Erborian fényvédőmet használom, mint alapozót, tehát én ezt abszolút kihagyom nyáron, de ennek van valami kicsit, ennek is egy ilyen maszkosabb, vastagabb hatása, és hát ez baromira nem jött be, úgyhogy amennyire szeretem egyébként, és ma egyébként ez is van rajtam, a Clinique-nek a CC kréme, annyira nem jött be nekem sajnos ez az alapozó. A Douglas Shopba bejött egy új márka, a Justár. Igazából sokat nem tudok róla, de vettem egy ilyen fixáló porpúdert, és ez nekem borzasztóan nem jött be. Tömören ennyi, tehát nem szeretem használni egyáltalán. Ilyen fixálásra kellene őt használni, de valahogy nekem nem jött be semmilyen szinten. Egyébként maga a márka sem jött be, mert vettem tőlük egy rúst, és én azt tovább ajándékoztam. Tehát nekem az se jött be, a színe nem jött be legfőképpen, de maga a textúrája sem nagyon. Úgyhogy egyszer föltettem, és utána tovább is ajándékoztam, úgyhogy remélem, akinek odaadtam, ő örömmel használja, én nekem annyira nem jött be. De mondom, maga ez a márka nekem offos. Most két szemhéjpalettát szeretném mutatni, amelyek sem textúrájukat, illetőleg se színeiket valahogy egyáltalán nem nyerték el a tetszésemet. Az egyik egy nagyon olcsó árkategória volt, tulajdonképpen 2000 forintért vettem meg. A Catrice-től ez a Catrice is X Jenny paletta, aminek egyébként nagyon szeretem a pirosítóját, és az megvan nekem, ugye egy ilyen krémes pirosítóról beszélünk, és ez nagyon-nagyon jó. De valahogy nekem ez a paletta semmilyen szempontból nem jött be, úgyhogy pedig ránézésre jó is lehetne, nekem azért annyira nem nyerte el a tetszést. A másik pedig egy Sigma paletta, és ezt is megpróbálom tovább adni. Most már két palettát sikerült eladnom, amik nagyon drága árkategóriájúak, és csak így feküdtek a fiókba, és hozzájuk se nyúltam, de azok már jó helyen vannak, viszont ezt még nem sikerült továbbadnom, mert ennek a palettának viszont az a bajom, tehát az a bajom ebben a palettával, amúgy gyönyörű szép, és ilyen lilás, májvás árnyalatokat tartalmazó palettáról beszélünk, nem jön be a színvilág. Tehát egyre jobban kezdem azt érezni, hogy nekem lilással, barnással, ilyen bordóssal nem szabad sminkelnem. Tehát az én színeim ezek az ilyen barackos, rózsaszín, arany, zöld, de ezek a lilások nem, pedig amúgy egyébként egy gyönyörű szép paletta, és nagyon-nagyon szépek a színek, és egyébként pigmentált, és ilyen selyemfényű. Húzok belőle swatchot. Tehát gyönyörű. Gyönyörű tényleg amúgy, de nem nekem. Tehát én nekem a színeimnek ez nem passzoló, úgyhogy nyugodtan, aki szeretné ezt a palettát, rám is írhat, mert még mindig eladó sorban van, dobozával, úgyhogy volt hozzá különben egy kis ecsetke, az egészen jó, de maga ez a paletta nekem sajnos nem. Ennyi. Úgyhogy hála Istennek, itt véget fog érni ez a videó, mert amiket amúgy használok, azokat szeretem. Ezek a termékek voltak, amiket tényleg meg akartam mutatni, hogy ezek nem váltak be, annyira nem nyerte el a tetszésemet.
Úgyhogy ennyi ez a videó. Hála jó Istennek, hogy nem az van, hogy idehoztam egy ekkora nagy kosarat tele mindenféle smink és testápolási cuccal, hogy ezeket utálom, mert azért hála Istennek nem erről van szó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, vigyázzatok magatokra, lájkoljátok, írjatok kommentet, iratkozzatok föl, ha még nem tettétek meg, és találkozunk hamarosan, jövök egy következő videóval. Sziasztok!